vajdasági és erdélyi kis táncosok fellépésétől volt zajos az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nagyterme. Itt tartották meg immár 15. alkalommal a Ricsai Népművészeti Találkozót. A rendezvény főszereplői a gyerekek voltak. Sokat szorra lépek fel itt. Szeretek néptáncra járni, mert barátkozunk, táncolunk, meg örömet tölt, amikor így fellépdesünk. Sok helyen jártunk már. Harmadszor vagy negyedszer ezen a rendezvényen, és imádok néptáncolni, és meg különböző népzenékre is járok, és így, mivel itt kiélvezhetem, ugye itt barátkozhatok, vannak ugyanolyan emberek, akik ugyanígy szeretik ezt a táncot, ezért jó velük ismerkedni, meg itt táncolni, megmutatni, mit tudunk. A temereni Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületből az alsósokból álló Recepice csoport lépett fel Óbecsén. Tavaly nagyon szép eredményeket értek el a kőketáncon, azért hívtak ide meg bennünket. Régebben már több ízben is volt megkívásunk a Ricsai részéről. Mindig örömmel jövünk, ugyanis ez az egész délután a gyerekekről szól, és tudunk velük foglalkozni, ráérünk. Itt arra is van idő, mivel nem versenyjelleg a fesztivál, hogy megnézzük egymást csoportjait, és a gyerekek is megnézzék a másik csoportokat. Erre nagyon sok versenyjellegű rendezvényen nincsen lehetőség. Itt erős behatása van a barátkozásnak, társalgásnak, kézműves foglalkozásokkal is foglalkoznak a gyerekek, úgyhogy nagy örömmel veszünk részt mindig a rendezvényen, amikor hívnak bennünket, szívesen jövünk. A rendezvény néprajzi kiállítással vette kezdetét, amelyen Bodor Anikó és Kis Lajos munkásságával ismerkedhettek meg a látogatók. A délvidéki népzenekutatás e-két úttörőjének a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet állított emléket. Életrajzi adatok, életképek, szakmai képek, gyűjtőutakon készült képek, illetve egy átfogó bemutató is van a kiállításon a délvidéki népzenekutatásról, az 1906-os Bartók gyűjtéstől kezdve a napjaink gyűjtéseig. Ez a kiállítás 4 évvel ezelőtt készült, amikor megemlékeztünk Zentán közösen a Kis Lajos Néprajzi Társasággal a 2 népzenekutatóra. Rendezvényen vajdasági népi zenekarok adtak koncertet Örökségünk címmel. Erre az eseményre idén 4. alkalommal került sor a Ricsai keretében. A műsor házigazdája és fellépője is volt az Óbecsei Fokos Zenekar.
évente megrendezésre kerül a vajdasági zenész találkozó, ahol ugye a vajdasági népzenészek vesznek részt, és minden ilyen rendezvényen van egy kerekasztal beszélgetés, és itt merült fel az örökségünk koncertnek az ötlete, hogy kéne szervezni egy olyan koncertet, ami csak rólunk szól, tehát ahol nem szolgáltatást végzünk, ugye nem táncsoport kíséretről van szó, hanem egy önálló koncert, de nem zenekaronként, hanem ugye ahol mindenki, aki vajdaságban népzenével foglalkozik és mozdítható, az részt vesz. Amitől pedig egyedi az, hogy külön-külön zenekarokként is megszólalunk, néha alkalmi formációkban, viszont amitől tényleg egyedi az, hogy mindannyian összeállva, megalkotva így az úgynevezett vajdasági nagyzenekart, ugye közösen is megszólalunk, és hát ilyenkor az az energia nyilvánvalóan megsokszorozódik, amit egyébként is a népzene hordoz és képvisel, és ezt szeretnénk átadni a közönségnek. Az történt, mostanában én is már Magyarországon élek, többen családosok, és ritkábban találkozunk táncházakban, így ebből a szempontból is nagyon nagy élménye számunkra, hogy együtt tudunk újra muzsikálni, és együtt tudjuk átadni a közönségnek azt, amivel foglalkozunk. Ezek a közös számoknak az együtt muzsikálása az egy hatalmas energiát tud adni úgy a zenészeknek, mint a közönségnek. Hiszen ilyenkor egymásra kell teljesen hangolódnunk, egymás gondolatait kell lesnünk, egymás tempóváltásait kell nekünk is szinte átélnünk, és ez az, amivel ez a koncert több, mint a más népzenei koncertek. És hát ez véleményem szerint ez a közönségre is átragad, ez az együttmuzsikálás. A Juhá zenekarnak mindig az egyik motto az, hogy az együttmuzsikálás öröme és a magyar népzene szeretete. Na itt ez a gondolat, ez teljesül, és én azt gondolom, hogy ennek a koncertnek mindenféleképpen hosszú távon is van jövője. A fellépések mellett többféle foglalkozás és kirakodó vásár várta a látogatókat. Az elsődleges célja ennek a rendezvénynek mindenképpen az, hogy a gyerekekről szóljon, hogy a gyerekeket megismertesse a néphagyománnyal, a népművészettel, néptánccal, népzenével, és kedvet adjon hozzá, hogy többen is foglalkozzanak ezzel. Ez egy ilyen toborzó jellegű rendezvény is, hiszen ez a rendezvény után, aki ide ellátogat általában, utána eljön a
táncpróbákra is, és többen is megkérdezik utána, hogy járhatnak-e, beiratkozhatnak-e néptáncra, és foglalkozhatnak-e ezzel. És aztán, hogyha a gyerekekbe ezt sikerül beleültetni, megkedveltetni vele, akkor ők hosszú éveken át ezt művelni fogják, és fognak járni táncházakba is, és néptáncra is fognak foglalkozni valaki népzenével is, népdalokat is fognak tanulni. Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen építő jellegű találkozó rendezvény, ahol a gyerekeket arra ösztönözzük, hogy foglalkozzanak népzenével, néptánccal, hiszen ez nem egy ideje múlt dolog, hanem igenis nagyon népszerű, és meg lehet találni benne az érdekességet, a szórakozást. Az idén a Hagyományok Háza Hálózat Vajdaság is támogatta a Ricsei Népművészeti Találkozót Úbecsén. Ennek köszönhetően szórványtelepülésekre is sikerült elvinni a programok egy részét. Egy új eseménnyel bővült új programmal az idei rendezvény sorozat is. Ricsei találkozás a népművészettel kapcsán egy ilyen komplex foglalkozást szerveztünk néptánccal, gyerekjátékokkal, népdaloktatással, népmesével, hangszerbemutatóval, amit az idei évben több településre is sikerült vándoroltatnunk, így jártunk már Magyarcsernyén, Törökbecsén, és most Óbecsén is bemutatkozik ez a foglalkozás. Ezt a foglalkozást vajdasági kézművesek, táncoktatók, szakemberek tartják. A rendezvény a Budapesti Nemzeti Kulturális Alap, az Óbecsei Önkormányzat és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával valósult meg.